feljövő fogás, mintha fejjé, mert arra szintén nyilván szoktunk. Mindenféle fogást elsajátíthattak a tolnai anyukák Illa babamasszázs foglalkozásán, amit a helyi kulturális központ egyik termében tartottak. Ide akár 6-7-es babával is lehetett érkezni. Volt olyan pici, aki rezignáltan tűrte édesanyja simogatását, más eleinte határozottan tiltakozott ez ellen, majd rájött, hogy nem is olyan rossz ez az új élmény. Barátné Futó Bettina 2,5 hónapos kisfiával Dániellel jött el a foglalkozásra. Azt mondja, kíváncsi volt, milyen hatással lesz babájára a masszázs. Örültünk ennek a lehetőségnek, hogy jöhetünk baba masszázsra. Azt vártuk ettől a foglalkozástól, hogy segítsen egy picit a babánkat nyugtatni, mert mostanában a szegényként nagyon nyűgös valószínű a frontok miatt. Úgy látom, hogy sikeres volt, meglepő módon jól bírta ezt a foglalkozást, végig kibírta a sírás nélkül, ami furcsa volt, hiszen mostanában nagyon sokat sírunk. Igazából én tudtam erről, hogy a babamasszázs ez jó a babának. Kaptam is annó a barátnőimtől egy könyvet erről, de nem mertem egyedül nekiállni ennek a dolognak, hogy biztos, hogy jól csináljam. Nem mertem csak így könyvből ezt a masszázs csinálni, de ezek után majd megpróbálom még az ott található fogásokat is majd. És azt gondolom, hogy a legközelebbi alkalomra is el fogunk majd jönni. Ez a foglalkozás ez egészen pici babáknak szól, tehát igazából pár hetes kortól a kuszómászó időszakig, amíg igazából hagyják magukat. A babamasszázsnak nagyon-nagyon sok előnye van, és ezért is jó az, hogyha az anyukák vagy apukák akár részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Számos előnyt tudnék felsorolni, a legfontosabb talán, amit én kiemelnék ezek közül, hogy az anya és a gyermek, vagy apuka és a gyermek közötti kapcsolat elmélyítésére próbáljuk fektetni a hangsúlyt. A babamasszázs tehát bizonyítottan enyhíti a hasvájást, erősíti a szülő-gyerek kapcsolatot, fejleszti a koordinációt, fokozza az étvágyat, segíti a szellemi fejlődést, erősíti az immunrendszert, végül, de nem utolsó sorban felgyorsítja a koraszülött babák fejlődését. Nézzünk bele, hogy miként teszi ezt, és mit szólnak ehhez a babák. Szív alakot írunk le, jó? Tehát kifelé simítjuk egész tenyérrel a mellkasukat, szívet simítjuk le a mellkasukra. Tehát itt egészen finom, simogató mozdulatokat vesz igénybe a babamasszázs, tehát igazából simogatunk, és ezáltal ugye a gyerkőc általában megnyugszik. Az érdeklődők a foglalkozáson azt is megtudhatták, hogyha körkörös mozdulatokkal masszírozzák a baba hasát, csökkenti a felfúvódást és enyhíti a hasfájást. Nagyon sok egészségügyi hatása is van, például a hasfájos babáknál a bélgázok kiürülését segíti elő, tehát általában ugye itt úgy masszírozunk, hogy a belek lefutásának irányába, tehát a hasfájos babáknak ez nagyon jó lehet, megszünteti a hasfájást, ami általában ennek a kisbabás korszaknak az egyik legfontosabb vagy legnagyobb problémája, illetve hogyha például jön a foguk és emiatt nyűgösek, akkor a nyűgösség a feszültséget, a stresszt is oldja a kicsiknél, mert hát nekik is lehet rosszabb napjuk, és ilyen napokon akár nagyon jól jöhet ez a kis masszázs. Tehát itt semmi sem kötelező, csak olyan dolgokat csinálunk, ami a babának is jó. Tehát, hogyha egy 5 percet bír, vagy csak a lábát szeretné, vagy a lábán élvezi a masszást, akkor utána anyuka fölveheti, megölelgeti, tehát olyat, ami nem jó a babának, soha nem csinálunk. Igazából, hogyha megéhezik, ha megszomjazik, tehát itt bármit lehet. Egy pályázatnak köszönhetően a tolnai családosok 2 éven keresztül ingyen vehetnek részt az ilyen jellegű játékos, fejlesztő foglalkozásokon a helyi kulturális központban. Egy sikeres pályázattal, aminek keretében létrejött Tolnán a Család és Karrierpont. Számos olyan programot kínál elsősorban nőknek, ami akár a munkaerőpiacra visszatérést jelenti, de akár a gyerekfoglalkozásokat. Ingyenes táboroztatást csináltunk a nyáron alsó tagozatos középiskolás gyerekeknek,
Nagyon hasznos programokkal tudunk előállni. Itt most példaként említhetném a háztartási praktikák című nagy sikerű programsorozatunkat, amit már tavaly el tudtunk kezdeni. Most ez a baba-mama foglalkozás, ezt két korosztálynak hirdettük meg. Nagyon örülök neki, hogy nagyon kedvező a fogadtatás, hiszen ez a pályázat, ez lehetővé teszi, hogy még az elkövetkezendő két évben ilyen nagyon hasznos programokat tudunk nyújtani, és nagyon remélem, hogy továbbra is igényt tartanak rá tolnain hölgyek és szülők, illetve kisgyermekes anyukák. Riportunk következő részében a Csacska-macska zenés foglalkozás hangulatát és a kicsikre kifejtett hatását mutatjuk be.